A világunkat meghatározó piacgazdaság a piaci szereplők lehető legzavartalanabb működésén alapszik. A hagyományos liberális szemlélet szerint, ahogyan ezt valószínűleg mind hallottuk már, az állam a legrosszabb gazda. Egyszerűen összefoglalva, a kereslet és a kínálat szabályozza a piacot, a szabad verseny pedig kordában tartja az árakat, és végül mindenki jól jár. Egy ideális világban az állam szerepe a szabad verseny szabályainak biztosítására korlátozódik, és a kormányok tartózkodnak attól, hogy beavatkozzanak a piaci folyamatokba. A világ azonban sosem ideális, az utóbbi évek egymást érő válságai pedig már odáig vezettek, hogy 2022-ben a Collins English Dictionary a permakrízis kifejezést választotta az év szavának. A koronavírus járvány, a háború Ukrajnában vagy az annak folyamányaképpen is előállt üzemanyagár robbanás olyan gazdasági helyzetet teremtettek, amelyben a világ számos kormánya és nemzetközi szervezete úgy érezte, ideje beavatkozni. A kormányzati kiadások megemelése, a szociális háló sűrűre szövése az oktatásba való befektetésen keresztül a lakosság válságokkal szembeni ellenállóságának növelése, vagy az egészségügyi rendszerek felkészültebb tétele érdekében indokolt lépés. Számtalan példát láttunk azonban arra is, hogy a kormányok a válsághelyzeteket kihasználva, sokszor a válság hatásainak enyhítése céljából elkülönített pénzügyi eszközök forrásainak segítségével a saját politikai céljaikat, gazdasági érdekeiket tolták előtérbe. A magyar kormány például 2020-ban a Covid idején a GDP 4%-ának megfelelő összeget fordított sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos kiadásokra, szemben az 1,2% körüli EU-s átlaggal. Miközben a szociális kiadások alig múlták felül az EU-s átlag felét. Az állam dolga pedig akkor sem könnyű, ha valóban a bajba jutott piaci szereplők, ágazatok megsegítése a cél. A nem kellőképpen célzott támogatások nem csupán pazarlóak, de fölöslegesen veszélyeztetik is a piac egyensúlyát. A keresleti oldal túlzott támogatása áruhiányhoz és inflációhoz vezethet. A kínálati oldal átgondolatlan megsegítése pedig mesterséges előnyhöz is juttathatja azokat a vállalkozásokat, amelyek eleve kevésbé szenvedték meg a krízist, és a hibás támogatási rendszereknek köszönhetően további többletforrásokhoz jutottak. Nem beszélve arról, hogy az állami kiadások hirtelen megemelése a korrupció melegágya, hiszen hatalmas összegek válnak egyik napról a másikra elérhetővé, ráadásul a rövid idő alatt kialakuló válságok gyors válaszokat kívánnak, amelyek esetében a költések feletti kontroll is alacsonyabb. Bár az utóbbi évek kihívásainak folyamányaképp a kormányzati gazdasági szerepvállaláshoz való liberális hozzáállás is átalakulóban van, nem feledkezhetünk meg azokról az állami beavatkozásokkal kapcsolatos aggályokról, amelyek a kezdetektől jellemezték azt. A jövőben olyan megoldásokra van szükség, amelyek lehetővé teszik az állam hatékony beavatkozását, de kellőképpen megkötik a kezét ahhoz, hogy hosszú távon ne boríthassa fel a piac egyensúlyát. A közpénz pedig valóban azokhoz jusson el, akiknek szükségük van rá.